Annalizát beengedjük. Hello, Annaliza. Ja, és közben Serena, Serenáik is itt vannak. Látom a cicafület. Jó. Na nézzük, hogy mit láttuk. Ha rákattintatok kettőször állítólag, akkor kimegy nagyba az a kép, amit én csinálok. Na nézzük. Gyors festés lesz. Vizes alapon fogunk dolgozni, és három ilyen könyvjelzőt fogunk csinálni. Az egyiknél az a lényeg, ezzel fogjuk kezdeni, hogy itt csak így begyakoroljuk, hogy összeengedjük a színeket. Aztán itt próbálunk ilyen mi ez, északi fényt előállítani. Igen, és a harmadiknál meg egy ilyen naplementés gyönyörűséget fogunk csinálni. Igen, és akkor itt van az, amit írtam is a... Írtam az eseményt, hogyha van valakinek ilyen barkács barkoló, mondom még egyszer, tehát barkács maszkoló szalagja, akkor ezzel körbe tudja ragasztani, mutatom, hogy hogy gondoltam. Ha van, ha nincs, akkor sincs gáz, mert akkor nem ilyen lesz. Csak hogyha ezzel körbe ragasztjátok, akkor lesz egy ilyen kis kerete. És ha ilyet csináltok, akkor óvatosan ragasztjátok le. Nem kell nagyon rányomni, mert beletép a papírba, amikor leszeditek. Nekem legalábbis mindig beletépett. A lányok mondták, az online műteremes lányok, hogy ők tézát használnak, és az nem szakítja be a papírt. Micsodát használnak? Ezt a tesa, nem tudom, hogy kell kimondani szépen. A tesa szalag, nem tudom, biztos másra. Belül látjátok, ott van beleírva a tézát. Igen, és én nem olyat vettem, én nekem itt az Zobiból valami legolcsóbbat, és ez mindig betépi. De hogyha nincs, akkor nem kell, most csak így mutatom, hogy ez hogy működik, már is abba hagyom. Na. Jó, és akkor úgy kezdjük, hogy ez az őrület, ez az enyhe őrület, amikor... Jó, ez macskák voltak, bocsánat. Sorry. Jaj, leborították a félvilágot. Tehát bevizezzük a papírt. Egyszerre nem az egészet, csak egy kis részét. Csak egy kis részen. És már is mehet bele a kedvenc színünk, ami mondjuk... Nekem ez a kedvenc színem. És nagyon szépen fut szét, ilyen cirkalmas lesz, ilyen nagyon izgi. De nem fog sokáig látszani. Ugyanis már is teszünk bele egy másik színt, és amikor beletesszük a másik színt, akkor inkább festék legyen az ecsetem, mint víz, akkor nem fog olyan szépen elfutni. Ugye vízes, nedves a papír, nyírkos. És hogyha abban még a vízzel belemész, akkor... Ez lila vagy kék? Bocsánat. Ez, kérlek szépen, mindjárt mondom, ez az az... Nem. Ez a kettő közötti, ez a királykék. Mindjárt mondom. De lehet a lila is, tehát nem kell, hogy ilyen legyen. Na és akkor, amikor... Szia, Brigi! Egyébként... Hello! Hello! Megyünk tovább, mert megszárad a papír, és akkor megint egy kicsi helyen, megint csak vízzel szívogatjuk. És akár ez az előző kék mehet, bele tuszkoljuk. És gyorsan dolgozunk, mert hamar szárad, kicsi a felület, hamar megszárad. És akkor nem lesz olyan szép összeszös. Valahogy visszhangzik a hangom. Durva. Nekem is eléggé szakadozik. Szakadozik?
Jó, és akkor jöhet megint az, megint jöhet egy kis piros. Mert ez most ilyen, fú, nem is tudom milyen ég. Haragos, viharos. Aki tép. Piszkos úr. Jó. És még mindig nem hagytuk abba, mert most még feketét is teszünk bele. Ide földre. Egy kicsit így ilyen drámaivá tesszük. Beszélj, mert akkor nem látom, hogy nem beszélj. Aha, igen. Oké, beszélek. Tehát akkor most jön a fekete. Bizonyos helyekre. Nem kell az egészet. Ja, és sok víz van a feketén. Nem csont fekete. Azért van rajta víz. Hogy azért ne legyen olyan durva. Meg aztán ugye később, mikor megszárad, akkor majd feketével fogunk rá festeni, és hogy azért az látszódjon. Az a helyzet, hogy ez az első, ez kész is van. Nem tudom, hogy ki az, aki akinél hallatszik, hogy tépi a szalagot, és azt szeretném kérni, hogy a mikrofonját kapcsolja ki. Nem tudom, ki az, aki most éppen ragaszt. Bocs, én voltam, de későn kapcsolódtam be. Erzsó vagyok. Bocsi. Szia, Erzsó. Mindjárt megpróbálom. Nagyon örülök neked. Köszönöm szépen. Nagyon behallatszik, és akkor azon nem tudok versenyre kelni. Szóval ez kész is van. Óvatosan leszedjük így a papírt, és akkor látjátok, ilyen szép szabályos lesz a kerete. Már, hogyha nem tépi be. Jaj! Mi történik? Folyik le. Ez félre megy. Menjél száradni. Jön a következő. Most megcsináljuk ezt a naplementéset. Uh-huh. Jó? És bocsánat, most gyors leszek, de hogy ez ilyen haladós dolog. Amelyik elment száradni, azt lehet tenni radiátorra is, hogy hamarabb megszáradjon. Uh-huh. Bocs, vissza lehet nézni a videót később, mert az első kettőről lemaradtam. Jó. Hallottam? Szeretném megkérdezni, hogy igen. Az első vissza lehet nézni a videót? Jaj, igen, most ezt most kérte Tündi is, hogy vegyem föl, és akkor ezt most fölveszem, és akkor ki fogom rakni az oldalra, jó? Az enyémre, az Artem stúdiósra. Jó, köszönöm, az első kettőről lemaradtam, későn tudtam csak bekapcsolódni. Köszönöm. Még most ez van a második, úgyhogy nem maradtál még le, csak az elsőről. Jó, oké. Okay. Na, és akkor ezt úgy csináljuk, hogy először a sárgát fogjuk föltenni, vizes lesz a papír, először sárgát engedünk bele, aztán narancssárgát, és aztán egyre sötétebb pirosat. És ezt most nem ragasztom le, most úgy csinálom, hogy ne legyen kerete. Kezdtem egy ilyen nagyon hideg sárgával, és kapcsolódok hozzá egy napsárgával. Hát ilyen szép, megpróbálok ilyen fokozatot előállítani. Ha sikerül, ha nem sikerül, akkor nem esek kétségbe, akkor ilyen lesz és kész. Mindig először kicsit megnyedvesítem, nem tocsogós, de nyírkos a papír. És akkor jöhet a narancssárga.
Ja, valaki, aki érkezett. Szeretettel köszöntünk, ha valami kérdés van, akkor majd nyugodtan kérdezz. Most éppen vizes papírra próbálunk színátmenetet létrehozni. És hogyha most én azt látom így a kamerából, hogy így nagyon, nagyon, nagyon konkrét itt például, meg itt a pirosnál, de csak sima vizet beleengedek, hogy egy kicsit elmossam a kettő közötti határt, hogy ne legyen ennyire durva. Olyan sejtelmes legyen. Na hát képzeljétek el, hogy ez is készen van. Ez is megy a radiátorra. Oké. És akkor a harmadik az lesz ez a trükkomsza, hogy ilyen északi fényt próbálunk előállítani. És annak az a lényege, hogy középen hagyunk egy fehér csíkot, amennyire sikerül. Ha nem sikerül, akkor sem esünk kétségbe, majd akkor a legközelebbi sikerülni fog. Tehát úgy kezdjük, hogy ugyanúgy, mint ahogy eddig, hogy bevizeztük a papírt, csak itt most egy kicsit figyelmesebben haladunk, hogy biztos, hogy a közepén biztos, hogy maradjon egy kis hely. És a szélén sötétebb színeket használunk, és akkor egyre megy, világosodik a kék, aztán átmegy zöldbe, és aztán sárgába, és akkor a végén marad egy kis fehér. És az nagyon szépen fog világítani. Na, akkor kezdjük egy sötét kékkel. Tudom, melyik, ne, eszembe jutott, Zsuzsi, ultramarinkék. Ultramarin? Az ultra, igen, az ultramarin az a királykék, az a lápis lazuli volt az alapja, az a drágakő, és a marha drága volt, ugye, mindig, és csak a királyok, meg az ilyen nagyon gazdag emberek tudták beszerezni, vagy azt használni. Vagy megkérni a festőt, hogy a olyan színű köpenyt fessen nekik. Mert ugye ahhoz először földrabolták a lápiszlazulit, porrá törték, és akkor úgy csináltak belőle festéket. És azért királykék, mert hogy csak a királyoknak a kiváltsága volt, mert tudták megfizetni. És nekem a kedvencem egyébként a kobaltkék, ami ennél egy kicsit finomabb, tompább, az ugye nem is drága kőből van. Na, akkor itt van a kék, és akkor mehet bele egy kis zöld, úgy, hogy mosodjanak össze ott. Hogyha ilyen nagyon határozott itt a körvonal, akkor simán vízzel csak így alá simogatunk, és akkor bele fog szépen futni. Bele simogatunk. Másik fajta kéket is tehetünk bele, hogy legyen egy kis változatosság. Én ezt itt középen letörlöm, mert nekem nagyon pócsolyás, és ezt nem szeretem, amikor így áll rajta a víz. Azt szeretem, hogyha nyírkos. Egy picit ezt így vissza tutykolom. És egy világosabb zöldet simogatok ide bele. És akkor megint csak vizes az ecset, megint egy kicsikét megsimogatom a papírt, hogy nyírkos legyen. Most jönnek a sárgák, vagy hát amennyi belefér, tehát egyféle sárga biztos.
És nem nyomom rá az ecsetet, csak a hegyét, csak a hegyével így megcirógatom. És akkor szépen elfolyik. Úgy belefut, és az tök jó, azt akarom, hogy olyan legyen. Na, és amikor ez megvan, akkor még mindig nem vagyunk kész, mert a szélét egy kicsit megsötétítjük, itt lefolyt a víz, ezt visszatörlöm. Feketével fogunk belemenni a szélével, de ez is olyan, hogy nem csontfekete, hanem vízzel hígított fekete. De csinálunk megint egy ilyen kis drámai részletet. Jó, ez kész. Oké. Mehet a radiátorra. Van kérdésetek? Nagyon gyors vagyok. Tudjátok követni? Minden oké? Okay. Sorma válaszoljatok. No? Nem csak nagyon lekaptad, és most a feketét nem tudom hova kell tenni. Jaj, várjál, akkor vissza. Aha, ja, igen. Ja, mind a két oldaltán meg kellett csinálni? Igen, mind a két oldalon így körbe beleeresztettem a feketét. Jaj, nincs a helyed? Nem, hogy én még a színekkel nem csináltam a vonalszikot. Jó. Akkor jó, köszönöm, hogy szóltál, akkor egy kicsit befékezek. Kérdeztetek, hogyha megvan a... Igen. Megvan a kék, akkor utána a zöld jön, igaz? Igen, először kék, aztán zöld, és utána a sárga. Akkor a fehér rész, az pedig ott nem is vizezed, az nem. A mincer. Nem, azt nem vizeztem. Elvileg nem vizeztem, hát annyira kicsi a felület, hogyha megy rá víz, akkor sincs tragédia. De jó, hogyha ott maradjon egy kicsit. Mesebeszélj most egy... Oké, igen. És akkor mit mondjak, hogy álltok? Az így elég. Jó, vagytok, szép az élet, nem esik a hó, a macskák nem tudom miért kerültek ide be, de itt díbolnak közben. Uh-huh. Aha, leborították a félvilágot már. Nálunk szép havas minden. Szép havas? Uh-huh. Jó van. Én hajnalba esett. Ez Veszprém mellett van. A szuper. Most még egy kicsit megengedem neki, hogy essen. Én azt mondom. De utána hagyja abba, és jöjjön a tavasz. Majd márciusban. Majd márciusban? Yeah. Áprilisban egészen pontosan. Nem volt még igazi tél, és a rovarok még röhögnek. Mert röhögnek? A fene megette. Kiröhögnek. Na mondjuk ez nem jó. Jó, akkor ja, jó. De akkor legyen csak, mit tudom, egy hét, aztán csókolom. Egy hét elég a rovaroknak? Hát, ahol igen. Ahol nagyon hideg van, ott igen. Oké. Meggyőztetek. Hol legyen tél. Cicamica. Szeretem a jó időt. Most se róla. Lehet a radiátorra? Ez az északi fényes? Uh-huh. Lehet? Lehetünk tovább? Igen, nekem már ott van. Igen. Jó, hú, neked már ott van, én meg itt elalak.
És akkor visszatérünk a legelsőhöz, és most fogok egy kicsit lassítani. Mert most már nem kell, nem akarom, hogy fussanak a színek, hanem pont azt szeretném, hogy most élesen rajzoljak, tehát pontosan. Ugyanis csinálunk rá egy ilyen kis életképet. Én most ide ilyen vezetékeket festettem. Ez a folt itt alul, ez a pacsmag, ezek bokrok akarnak lenni, vagy a fáknak a teteje, és akkor ilyen kis madarak, teljesen egyszerű ilyen gyerekmadarak öröpködnek. Az ecsetnek, vékony ecsetet használok, én 6-osat, kinek milyen van, az tök jó, és annak a hegyével fogom mindezeket elkövetni. Feketével? Feketével, igen. És most ez lehet csontfekete, ezt nem kell hígítani. Csak akkor tudsz finoman rajzolni, hogyha van azért víz az ecseteden. Mert akkor szépen csúszik a papíron. Uh-huh. És akkor le lehet támasztani a csuklót is, hogy pontosan tudjál rajzolni. És akkor meghúzom először az egyik villanyoszlopot. Látszik rendesen? Uh-huh. És akkor a másik villanyoszlopot, ez egy kicsit magasabb, egy kicsit hosszabbra megy, mert az előrébb van, és akkor olyan, mintha... Igen, tehát hogyha előrébb van, és akkor nagyobbnak tűnik, és akkor húzunk ilyen kereszt merevítő bigyókat is rá, amikhez kapcsolódik majd a macag. És akkor így összekötjük finoman. Egyiket is, másikat is. Itt keresztezik egymást a vonalat. És aztán megy tovább, csak a következő villanyoszlopot már nem látjuk, ezért csak így elindítjuk a vonalat. Jobbra is, balra is, nyugodtan kimehet a képből. Igen. Jaj, látom, hogy a tündérek is vannak, úristen, hát akkor még jobban le kell lassítanom. A Zsófinál. Szia, Zsófi! Most láttalak meg. Oké. Zsófi, hogy álltok? Okay. Jó a helyzet? Tudják követni a manócskán? Hát a lányok a maguk útját járják ki. Az tökéletes. Jó van. Szuper. És akkor lehet ilyen kis kócos foltokat föltenni alulra. Jó, ez lesz a bokor meg a fának a teteje, valami kis növényzet. Nem kell teljesen befeketíteni, csak jelzés értékűen odapötykölünk egy picit a hegyével. És aztán, ha ez megvan, akkor megint teszünk jó kis feketét az ecsetre, kicsike vizet, hogy csúszson a papíron, és akkor jöhetnek ezek a sasmadarak. Jaj, hogy fogjam meg, hogy látszódjon. Egy kis V-betűket rajzolunk. Az egyik szárnyuk kicsit rövidebb, a másik egy kicsit hosszabb, ez most egy kicsit eltúloztam, de hogy lássátok, de hogy ezzel tudtok, tehát hogy ne legyen annyira sablonos, ne legyen annyira babás. Hogyha az egyik egy kicsit rövidebb, a másik hosszabb, akkor nem egyforma. Itt is repülnek, meg itt fönt is repülnek. Úgy. És ezt még lehetne agyusztálni. Mindjárt húzom a tollat, azt elfelejtettem ide készíteni.
van zseléstollatok, akkor a zseléstollal lehet ilyen kis pöttyöket belepöttyözni. Ez egy kicsit mozgalmasabbá teszi a felületet, nem lesz olyan uncsa, és akkor azt mondjuk, hogy mit tudom én, ezek itt a csillagok. Hogyha nincsen zseléstól, akkor lehet a festékkel is ezt ugyanezt, vagy hasonlót előállítani, csak ugye az akvarell festéknek a fehér festékje, nem fedő festék, hanem az egésznek ilyen kis fátyolós hatása van, tehát nem lesz annyira kontrasztos. De azzal is lehet. Bocsánat, te fehér izével festetted ezeket a zseléstól, de ez fehér volt. Ez fehér, igen. Ja. Fehér volt, és akkor lehet a festékkel is, az akvarell festékkel, csak akkor jó sokat tegyetek rá, és még így is, miután megszárad, teljesen vissza fog húzódni a színe, tehát ilyen nagyon kis átlátszóvá válik. Az akvarell festéknek a fehérje nem alkalmas ilyen fedésekre. Igazából azzal tompítani szoktuk a színt egy kicsit, amikor keverjük az élénk színeket. Képzeljétek el, leesett a radiátor mögé ez, és nem tudom kiszedni, de majd mindjárt megoldom valahogy. Na, szóval ez ennyi, csak pár vonás, és ez a rész megvan, tehát ez a könyvjelző kész is van. Köszönjük szépen, menjetek odébb. Jöhet a szavanna. Nekem lett két folt, mert később rácsöppent a víz, de ez nem kellett rá, nem így akartam. Uh-huh. Na, és akkor ezen a képen viszont itt már csak feketét használunk. Amúgy ezen is van egy pici fejre, kicsit közelebb teszem ott. Ezt festékkel csináltam, tehát annyira nem látszik a festék, hogy ennyire, miután megszárad. Na, megint akkor fekete, víz van az ecseten, és sok festék. És alul ilyen szabálytalanul elkezdjük befesteni, csinálunk egy talajszintet. Ilyen göröngyöset. Nem szabályos. És akkor megint víz van az ecseten, hogy csúszson. És most viszont majd ilyen lendületes vonalakat fogunk húzni. Aki volt velem az online műteremben, őket már nyaggattam ezzel a lendületes vonallal. Ilyenkor nem teszem le a csuklómat, mert akkor nem tud rendesen mozogni, hanem csak a kis ujjammal támasztom ki, és lentről indulok, és akkor így húzom. És nem baj, hogyha útközben elfogy, hogy nem teljes a vonal. És próbáljátok meg csak éppen, hogy hozzá cirogatni a papírhoz a hegyét az ecsetnek, mert akkor vékonyabbat fog húzni. És ha lentről húzzátok fölfelé, akkor útközben elfogy a vonal, és akkor ez szépen elvékonyodik magától a vonal. És akkor itt is pár szálat itt bekukucskálnak jobbról-balról. Alul meg még meg lehet egy kicsit sűríteni a zajnövényzetet. Igen, és akkor csinálunk ilyen bugákat, ilyen nád bugaszerűségeket, azt meg szintén az ecsetnek a hegyével pötyögtetünk az egyik, mitől kiválasztjuk ezt a fűszálat, ez lesz ilyen nádbugás, és akkor oda pötyögtetünk ott tetejére, meg mondjuk ide is pötyögtetünk. Csak pötyögtetünk. És ennyi. Ezt is meg lehet egy kicsit a fehér. Egészségedre! A fehér. Egészségedre. Zselés túllal, ha fogna. De nem nagyon fog látszani, mert eleve világos a szín, amit föltettem.
ez is kész van. Úgyhogy ez ennyire gyors. Ők is elmehetnek, köszönjük szépen. És akkor jön az északi fényes, amit én leküldtem a radiátor mögé, és nem bírom kiszedni, mert tűzforró a radiátor. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy megfordítom. Uh-huh. Jó, és akkor ezt ne nézzétek. Uh-huh. Itt lesz az alja. Nonsento nulla. Ez mit jelent, hogy nem hal semmi? Nem tudom. Nem tudom. Olaszul írt szegényként, de én meg nem értem. Na szóval, fenyőfák lesznek, ugye? Itt fenyők nőnek ezen a tájon. És akkor ezt most ne nézzétek. Megint a kis ecsetet, a vékony ecsetet használom. Fekete van rajta. Vizes az ecset, hogy csúszson a papíron. És először a fáknak a törzsét bejelölöm, hogy itt nő egy fa, meg itt nő egy fa, meg mondjuk itt is nő egy nagyobb, egy magasabb. És megint az a pötykölős technika következik, hogy az ecsetnek a szőrével elkezdek így pötyögni, és ahogy megyek egyre lejjebb, egyre szélesedik a fenyőfa, és akkor egyre jobban jobbra is, balra is, egyre többet pötykölök, jobban kinyúlnak az ágak. És nem kell folyamatos, nem kell, hogy teljesen befeketítsétek a felületet, hanem maradhatnak lukak, mert ezek most ilyen ritkás fenyők. Akkor, hogyha nagyon befeketítettük, akkor az olyan, tehát nagyon markáns lesz, akkor nem lesz könnyedsége. Akkor az olyan, hát olyan nyomatékos lesz ott az a sötét folt, és ez nem biztos, hogy jól esik. De hát azt lehet, hogy valakinek jól esik. Ugyanezt a másikkal. Pötyögök. Úgy, de sajnálom, hogy nem értem, hogy mi volt a probléma. Na. Csak annyit ír, hogy nem hal. Nem hal. Aha. Köszönöm szépen. De ti hallotok? Tehát ugye alapvetően lehet hallani? Igen, szeretem. Oké. Okay. Például azt is lehet, hogy ennek a fenyőfának nem ér végig az ága. Itt abban marad. Jól kimosom az ecsetet, és azért erre megpróbálok fehérrel rámenni, hát ha valamennyire azért látszik, nem lesz olyan nyomatékos, mint a tollal. Egyébként nagyon tetszik, hogy mind a két oldala megvan, mert így ilyen könnyűzős. Ja, így bárhogy lehet használni. Igen, így mind a két oldalát lehet. Sorozosan. Közi, hogy elbénáztam aztán. Ez lett. Teszünk ide egy csillagokat. Mi az a csillagképeket is odafesthetitek, ha tudjátok, én nem tudom. Sőt, lehet így ütögetni, tudjátok. Nekem ez a kedvencem, amikor az egész világ minden festékes lesz. Kinek mi adódik a lendületéből? Jó, oké.
Igazából lányok az helyzet, hogy kéz is vagyunk, úgyhogy megvan. Három. Bocsi, a másodiknál mit rajzoltál fehérre, vagy festettél arról? Itt ennél? Igen, ne, az a villanyoszlop volt. Villanyoszlopnál is, meg a sivataginál is lemaradtam, nem értettem, nem látszik jól a telefonon. Alul? Legalul? Nem tudom, hova tettél fehéret egyáltalán. Ja, fehéret. Igen, alig-alig látszik, igen. Ide föl az égbe tettem fehéreket, oda, ott vannak, de nem nagyon látszanak, mert a festék ugye megszáradt, és akkor az nem látszik. A filc meg nem volt annyira nyomatékos erő. És az a fehér az ott mi? Csillag? Ez egy éjszakai, vagy? Ez egy éjszakai akar lenni. Ott egyébként... Éjszakai akar, jó. Azt a két pöttyöt szerintem kihagytam véletlenül, tehát kimaradt, nem lett teljesen befestve, de ez nem baj. Jó, oké. És a sivataginál is használtad a fehéret? A sivataginál is használtam a fehéret, csak azok már végképp nem látszik. De hogyha itt fönt sok sötétebb pirosat használtam volna, akkor ott látszana a fehér. Uh-huh. Ott is pöttyözve van. Ott jó. Is pöttyözve van. Ide nézik, üdvözletét küldi a cica. Hello! Ja. Menj innen. Sitz. Nekem ennél ilyen széthasadt égboltom lesz. Bella! Bella, így van. Nagyon-nagyon szép. Mint ha itt széthasadt volna ott az ég. Bellissimo! Köszönjük! Grazie! Szonya, bellissima! Júj, de szép! De jó! Ciao! A Cilukának is, de szépje van. Serena? Kis tűn... Oppa, kutya! Hello, kutyi! Mindig beköszön a végén. Nagyon bírom. Ja, ott is van. Ott alszik valaki. Bezzeg, milyen nyugodt. Hello, jó reggelt, kis kutya. De csúnyán néz. Gyönyörű, csodálatos, nagyon szép. Ügyes vagy. Egy hős vagy. Nagyon csoda, nagyon-nagyon-nagyon szép. Hogyha küldöttök róla fényképet, akkor még el is olvadok. De jó az a másik is Cilukánál. Oké, szép, nagyon jó, köszönöm. Az is, igen, a sivatag, vagy mi préri. Meg a végén. Oké, nagyon szép, Serena. De szépek a növényeid. És milyen finom az átmenet a naplemente. Igen. Jó, és te is megcsináltad két oldalról, föntről, lentről. Jó van, oké, nem ez volt. Nem így akartam, ez véletlen lett. Aha, szép, nagyon szép, Serena. Köszönöm szépen. Bellissima. Igen. Igen. Az enyém az igen nem tudom. Aha, tök jó vagy. Nagyon király. Csodálatos. És még ezt is utolérterek benneteket. És még utolérted a drótosat is. Ennyi, ügyes. Ez lehetett volna vékonyabb, de... és a vízfestéken volt hirtelen, későn kapcsoltam, hogy festünk. A vízfesték is jó, a korongos vízfesték is tökéletes. Azzal csináltam most, teljesen igen. Jó. Igen. És a fenyőkre meg egy kis havat, de az nem látszik annyira, de majd még kókolom. Oké, nagyon szép. Jó, finom. Wow!
Analízia is. Fantasztikó. Köszönöm, Tündi. Köszi, köszi. Szuper. Ennyi volt mára. Én is köszönöm. Köszönöm szépen, fantasztikus volt. Egészséget. Grazie. Grazie. Buona domenica. Oh, grazie. Sziasztok. Megtanulunk itt az olaszul a sajtot. Grazie. Ciao. 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 Grazie. Nagyon jó. Ügyes vagy, ügyes vagy. Ciao! 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 Drágáim, legyen nagyon szép. Én is köszönöm. Köszönjük. Köszönöm, nagyon jó volt. Örülök neked. Köszönöm, szép hétvégét. Sziasztok. Lekapcsolok mindenkit, ne sértődjetek meg.